Adásban vagyunk, Danikám. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Battai Máté vagyok, és szeretném bemutatni nektek Szederkényi Zsoltot, a Clickon Kft. Ügyezetőjét, tulajdonosát, az X-Flower vállalatirányítási szoftver megalkotóját, akivel ma minden titkot elárulunk nektek arra, hogy hogyan automatizáljátok a bizniszeteket. Szia Zsolt! Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást! Ha jól tudom, akkor már a 2000-es évek eleje óta foglalkozol a workflow rendszerekkel, és azon belül is ugye a később megszerető X-Flowerrel. Mesélsz nekünk erről egy kicsit, hogy kerültél ebbe a világba? Igen. Ki is egészíteném egyből a felvezetőt. Na, köszönöm szépen! Mi nem foglalkozunk vállalatirányítási rendszerrel, workflow rendszerekkel foglalkozunk. De remélem, hogy a beszélgetés végére kiderül, hogy mi a különbség az egyik vagy a másik között. Nem mindig értjük mi sem pontosan, de remélem, hogy elmondani azért lehet. Na, ezt ma feltétlenül tisztázzuk, és egyben akkor elnézést is kérek. Tehát úgy kerültünk ebbe az egész történetbe, hogy kb. 20 évvel ezelőtt kezdtek bizonyos cégek, például távközi cégek akkorára nőni, ahol már az ügyfélszolgálati területen nem csak 10 vagy 20 ember dolgozott, hanem elkezdtek százasával emberek valamilyen tevékenységeket végezni. És kiderült, hogy a klasszikus vállalatirányítási rendszerek, amiket ilyen röviden ERP néven nevezünk, azok alkalmatlanak arra, hogy fölfűzzék az embereknek a tevékenységeit. 20 évvel ezelőtt nem volt ismert az a szó, hogy workflow vagy workflow rendszerek. Mi sem tudtuk, hogy workflow rendszerek fejlesztésével foglalkozunk. Akkor volt ezeknek különböző neve, például ügykövető rendszer, amit nagyon szépen lehetett mondjuk ügykövinek rövidíteni, de hívták ezt ügyfélszolgálati rendszernek is, ami nem pontosan fedi azt, amit egyébként annak arról gondolunk. És így évek folyamán jöttünk rá arra, miután ezt a terméket sikerült több vállalathoz eladnunk, hogy ez tulajdonképpen a világ úgy hívja, hogy workflow rendszer. És amikor ez tudatosult bennünk, akkor jött az a névválasztás is a 2000-es évek elején, hogy mi ezt a terméket X-Flowernek hívtuk, ami azt jelenti, hogy bármilyen üzleti folyamatot le lehet modellezni, és kezelni lehet az alkalmazásunkban. Na, egyedül ez nyugtat meg, hogy az elején még ti se tudtátok, hogy ez micsoda, de akkor, ha már én is elrontottam, akkor ez, úgy látom, ez egy gyakori tévedés. Megbeszéljük azt, hogy mi a különbség a vállalatirányítás meg a workflow között? Mi a workflow valójában? Hát én azt tudom elmondani, mi a workflow, meg arról lehet beszélni, hogy miért nem vállalatirányítási rendszer. Egy klasszikus vállalatirányítási rendszerben ugye vannak számlázási lehetőségek, készletgazdálkodás, logisztika, termelésirányítás, na ez az, amivel mi nem foglalkozunk. Viszont nagyon sok olyan vállalat van, függetlenül attól, hogy ez egy nagy vállalat vagy egy kis cég, aki már elköltött egy adag pénzt valamilyen IT rendszernek a bevezetésére, de még mindig Excel tábláznak, még mindig Outlookban delegálnak a vezetők feladatot, és még mindig nem tudják azt, hogy kinek mikor mi a dolga, kinek mi a feladata. Ezt hívjuk mi workflow-nak. Az angol nyelvi szlogenünkben az van benne, hogy fill the gap with workflow, és a gap az azt jelenti, hogy milyen lyukak maradtak emberek között, és milyen lyukak maradtak az informatikai megoldások között. Tehát nekünk az a feladatunk, nekünk az a célunk, milyen eszközt adunk, ahol ha vannak valamilyen üzleti folyamatok egy vállalat életébe, teljesen mindegy, hogy az egy egyszerű folyamat, mint egy PIN kód megváltoztatásnak a folyamata, vagy egy bonyolultabb folyamat, ami egy értékesítési folyamat, vagy egy szerződéskezelési folyamat. Ezeket a legtöbb cégnél van olyan szereplő, van olyan munkatárs, van olyan általában hölgy alkalmazott, akinek azt mondják, hogy piroska, ezt most rajzold le, hogy működünk. Ő lerajzolja egy kockás papíron, vagy egy A0-ás papíron, jó esetben valamilyen vízióval, víziós eszközzel, vagy milyen grafikus rajzoló eszközzel, majd ennek az szokott a sorsa lenni, hogy ezt beteszik az ISO dokumentációba, hogy e szerint működünk, vagy kiteszik a falra, hogy mindenki lássa, hogy hogy működik mondjuk egy reklamációs folyamat, de ezt nem támogatja meg kellőképpen semmilyen szoftveres eszköz. A mi megoldásunk azt nyújtja, hogy ezeket a folyamatokat le lehet rajzolni a mi eszközünkben, van egy ilyen folyamatrajzoló eszköz, aminek az az eredménye, hogy ezzel kész vagy, elmented, utána azonnal egy szoftver válik belőle, azon egy üzleti folyamat válik belőle, és azt a folyamatot a munkatársak, legyen a cégnél két munkatárs, vagy éppen 2000 munkatárs, aki abban a folyamatban tevékenységet végez, működtetheti. Csak mondjuk egy néhány folyamatot. Akartam is kérdezni. Tehát amikor elkezdtek ezek a cégek olyan 15-20 évvel ezelőtt rájönni arra, hogy nem működnek a folyamataik, mit voltak? Volt mondjuk egy klasszikus vállalatindulási rendszerük, amiben ott volt, oda volt írva, hogy Kis Erzsébet lakik valahol. És betelefonált Kis Erzsébet, hát férjhez mentem.
mostantól úgy hívnak, hogy Molnárnék is Erzsébet. Persze, azt a mezőt át lehet írni, hogy megváltozott a neve, esetleg megváltozott a címe, de ez nem így működik, hisz az, hogy átírhassuk valakinek a nevét, annak valamilyen előzménye van, be kell mutatni valamilyen dokumentumot, esetleg nem csak egy rendszerben kell ezt átvezetni, hanem több rendszerben kell ezt átvezetni, tehát a munkatársnak irányítani kell a kezét. Sőt, irányítani kell az informatikai rendszereket, amelyek ezeknek a folyamatait kezelik, és nem az van, hogy csak egy mezőn módosítottam, esetleg lelapoztuk, és készen vagyunk. Mondok egy kiegészítő példát erre, hogy ugyan mi már 20 éve foglalkozunk ezzel, nem akarok se pozitív, se negatív reklámot csinálni annak a banknak, ahol a bankszámlánkat kezeljük, de a cégünknek a neve egy kicsit megváltozott pár évvel ezelőtt. Nem nagyon, csak egy picit. Kértük is a névváltoztatást ettől a banktól, úgy, ahogy az szokásos, meg is változtatták a cégnek a nevét. A bankszámla kivonatokon már az új cégnév van, de képzeljétek el, hogy a bankkártyákon az elmúlt 6 évben, ugye 2 évente járnak a bankkártyák, még mindig a régi cégnév van. Amikor ezt megreklamáltam 4 évvel ezelőtt, azt mondták, hogy külön kellett volna nekem szólni, hogy a bankkártyára is más nevet írok. Nekem. Hát tudjátok, hogy nem így hívnak. Mondtam, jó, akkor most szólok. Persze 2 év múlva még mindig a rossz névre állították ki a bankkártyát. Tehát az informatikai rendszerek között sincsen az a összhang meg, ami ezeket a folyamatokat kezelné. Egyrészt a munkatársak tevékenységét kell támogatnunk, másrészt az informatikai rendszerek közötti adatáramlást és szinkronizációt kell biztosítani valamilyen eszközzel, ami egy lerajzolható, klasszikusan tevékenységorientált, vannak mindenféle rombuszok, meg négyzetek, amelyekbe bárki, aki járt egy picit is középiskolával magasabb szinten le tudja rajzolni a folyamatait, üzleti tevékenységeit. És hogy, mikor jön el a megvilágosodás pillanata, amikor általában meglátják az ügyfelek, hogy van egy folyamatom, és ezt fejben összekapcsolják a workflow rendszerre. Hogyan kerülnek hozzátok? Hát azon dolgozunk most már jó néhány éve intenzíven, és többek között azért is köszönöm, hogy itt lehetek most, hogy elmondhassuk, hogy nektek workflowra van szükségetek. Nagyon kevés olyan cég van, aki leül a Google elé, és azt mondja, hogy én most szeretnék venni egy workflow rendszert. Nem szeretnének workflow rendszert. Van valamilyen problémájuk. Neki problémája van a kintlévőség kezelésével, neki problémája van az ügyfélszolgálatával, neki problémája van a webshoppal, neki problémája van azzal, hogy nem tudja, hol vannak a szerződései, fogalma sincs arra, hogy hagynak jóvá számlákat a szervezetben. Ilyen üzleti problémái vannak, és mi ezeket az üzleti problémákat próbáljuk megtámogatni, és úgy próbáljuk meg fölépíteni a kommunikációnkat is, hogyha valaki leül a Google elé és beírja azt, hogy számlajóvágyási folyamat, vagy beírja azt, hogy szerződéskezelési folyamat, vagy beírja azt, hogy ügyfélszolgálat, akkor találjon ránk. Az már egy másik kérdés, hogy tök mindegy, hogy mit kerestek, mindenképpen workflow rendszert fogunk eladni nektek. És ez a workflow rendszer az, ami beépül a meglévő dolgaitok közé. Vannak olyan nagyvállalati ügyfeleink, akik már meglévő informatikai rendszerek mellé teszik be a mi szoftvereinket, de van jó néhány olyan kis cégünk is, mint egy ügyvédiroda, vagy társasház kezeléssel foglalkozó cég, akinek nem nagyon vannak informatikai rendszerei, mondjuk van egy ingyenes számlázó programja, de mellette már olyan komplex folyamatokat kezel, ami igényli azt, hogy egy valamilyen ilyen workflow, folyamattámogató megoldás kezelje és végvédje az ő tevékenységeit. És mekkora méretű cégtől lehet elkezdeni workflow-ba gondolkodni, vagy kinek ajánlod egyáltalán a workflow használatát? De ugye, ahogy említettem, milyen nagyvállalati területről jövünk, tehát eredendően nekünk távközi cégek, pénzintézetek, közműszolgáltatók, akiknek dolgoztunk, és ezeknél a cégeknél megtanultuk, hogy milyen folyamatok vannak, és milyen folyamatokra lehet az alkalmazásunkat használni. És egy 6-7 évvel ezelőtt kezdtünk el azzal foglalkozni, ezeket a kész üzleti folyamatokat, ezeket felhőszolgáltatásként is tudjuk biztosítani. És a felhőszolgáltatás azt jelenti, hogy bármilyen kis cégnek, a kis cég az lehet akár egy kétfős ügyvédiroda is, vagy lehet mondjuk egy kávéautomaták üzemeltetésével foglalkozó cég, ahol összesen dolgoznak 6-an, de mégis komplex folyamataik vannak, és elérhetővé tettük a megoldásunkat felhőszolgáltatásként. Tehát úgy, ahogy valaki egy Gmailt tud használni, igazándiból nem egy nagy tudás, és meg tudja tanulni bárki, sőt, ma már mindenki megtanulta, ugyanúgy egy kicsit nagyobb munkával, de nem egy perc alatt, hanem mit tudom, egy nap alatt, egy ilyen workflow rendszer használata, bevezetése is megoldható és elsajátítható. Tehát a nagyvállalatoktól az egészen kis cégekig mindenkinek szüksége lehet ilyen eszközre. Úgy szoktuk megfogalmazni, amikor nem kapunk ilyen sok időt, mint tőletek, hogy aki bármire használ Excelt,
És úgy érzi, hogy azt az Excel csak egy ember tudja a cégnél kezelni, és hogyha az a, egy, esetleg az az egy ember mondjuk elmenne szülni, mert terhes lesz, és akkor vegyük a legpozitívabb oldalát, akkor utána összedőlne a cég, akkor az Excel tábla helyett valószínűleg valamilyen üzleti folyamat kezelhető. Vagy hogyha nem Excelről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a feladatokat milyen módon osztják ki a cégen belül. Tehát, hogyha úgy osztják ki a cégek, a vezetők a feladatokat, hogy e-maileket írogatnak a munkatársaknak, és e-mailből próbálják meg követni, hogy kinek milyen feladatot adtam, és azt hogy kaptam vissza, akkor nekik is valamilyen folyamattámogató workflow rendszerre van szükségük. Mm-hmm. Tudsz mondani olyan gyakori problémát, amivel találkoztok? Tehát, hogyha hogy milyen típusú vállalkozásnak milyen típusú problémáját oldjátok, meg hogyha valaki hallja, hogy elmondott, hogy mi van, akkor eszébe jut, hogy hú, basszus, akkor nekünk is erre a szükségünk. Hát a magyar piac egy kicsit furán van edukálva, arra mondjuk, hogy CRM. Amikor valaki meghallja azt, hogy CRM, meg nagyon sokan arra gondolok, hogy milyen informatikai rendszerre van szükségem, valamilyen vállalatirányítási rendszerre, te is így kezdted, meg valamilyen CRM rendszer, ami támogatja az értékesítést. Itt van egy kicsit olyan dolog, amiről talán érdemes másképp gondolkodni. A CRM az nem csak értékesítés támogatást jelent, legalábbis a világszinten. Magyarországon kis CRM rendszerekben gondolkodunk, és az valóban értékesítés támogatást jelent, de rengeteg olyan ügyfelünk van, aki úgy keresett meg minket, vagy úgy talált meg minket, hogy használtam egy kisebb CRM rendszer, de kinőttem. Az már nem bírja kezelni az én tevékenységeimet, mert odáig jó, hogy fölhívtam egy ügyfelet, kezelem a státuszát, hogy mi történt vele, de nem alkalmas esetleg arra, hogy a szerződések is benne legyenek. Később nem alkalmas arra, hogy kezeljem mondjuk a beérkező projekthez beérkező számlák jóváhagyási folyamatát, nem alkalmas arra, hogy a projekteimet is nyilván tartsam benne, tudjam, hogy milyen kiadásaim, bevételeim voltak ez a tevékenységhez, vagy esetleg végképp alkalmatlan arra, hogy tudjam azt, hogy ha beesett egy valamilyen megkeresésem, azt milyen módon osztam szét automatikusan a munkatársak között. Tehát sok olyan ügyfelünk van, aki egy kisebb CRM rendszert használva keres meg minket, hogy elértem a limitet, nagyon jó volt, nagyon szeretem azt a terméket, de valami másra is van szükségünk. De vannak olyan nagyobb ügyfeleink is, akik a világ legnagyobb CRM rendszereit használják, és rájöttek arra, hogy igazándiból semmi más funkcióját nem veszik igénybe, csak mintha egy telefonkönyvként használnak. És a telefonkönyvként használni egy ekkora CRM rendszert, az fölösleges. És azért használják telefonkönyvként, mert nem képesek annak a tudását olyan módon használni, ahogy nekik kell, mert nem folyamatokban gondolkodnak. Mi folyamatokban gondolkodunk. Tehát megnézzük, hogy hogy néz ki onnantól kezdve mondjuk egy projekt, hogy aláírtak egy szerződést. Onnantól kezdve van egy megvalósítási tevékenység, ki mikor mit fog dolgozni benne, befogadunk alvállalkozói számlákat, valamikor nekünk is ki kell állítani egy számlát, hogyha kötöttünk egy szerződést, és mondjuk az egy keretszerződés, ahol a keretszerződés egy évre szól, akkor ne egy év múlva jöjjünk rá arra, hogy lejárt a szerződésünk, hanem mondjuk előtte egy-két hónappal, vagy akár beszélhetünk arról is, hogy a legtöbb cégnél hogy készítik a ajánlatokat. Te hogy szoktál ajánlatokat készíteni? Nekiülök a Word-ömnek, amit aztán elmentek PDF-ben, amit aztán elküldök e-mailben. És mi az első lépés, amikor nekünk mondjuk küldesz egy ajánlatot? Folyamatokban gondolkodom, ugye? Ahogy ami azt jelenti, hogy előveszed, hogy tegnap milyen ajánlatot küldtél, Kovács Pistát kicseréled Szederkényi Zsoltra, copy-paste-tel. Nem egészen, de azért részben igen, ezt férfiasan beismerem. Na, tehát nagyon sokan copy-paste-tel állítják elő az ajánlatokat. És ez már egy automatizáció. Miért állítjuk elő copy-paste-tel az ajánlatot? Mert nem találtunk megfelelő eszközt ennek a kezelésére, pedig egy ajánlatot általában megelőzett egy ajánlatkérés. Egy ajánlatkérést azt követi azt, hogy összegyűjtöttünk valamilyen adatokat az ügyfélről, milyen projektre adunk, vagy milyen termékekre adunk ajánlatot. Tehát ezek az ajánlatok, majd később az ajánlatból a szerződés, ezek automatizálhatóak. Különböző blokkokból összeállítható egy Word vagy PDF dokumentum, ami nem copy-paste-et jelent, mert ha copy-paste-tel csinálod, akkor biztos, hogy valamit el fog felejteni, lecserélni az előző dokumentumból. Dokumentumban, arról nem is beszélve, hogyha ez nem egy egyszerű ajánlat, hanem van egy ilyen általános szerződési feltételek része, van egy ilyen céges bevezető, van a termékről valamilyen információ, tehát ilyen 6-7 különböző dologból van, akkor biztos, hogy nem úgy csatolod, nem az utolsó verzióját csatolod, termékleírásról, nem tudod, hogy hol van a legutolsó, mert a Pisti tegnap előtt módosította, a Józsi pedig 3 nappal ezelőtt, most melyik is az utolsó. Ha ez mind ott van benne egy workflow rendszerben, hogy egy ajánlati sablon milyen blokkokból épül fel,
az látszik, hogy egy új ajánlatot hogy kell összerakni, akkor ezek automatizálhatóak, aminek több eredménye van. Egyrészt nem küldünk ki rossz ajánlatot, kettő nagyban támogatja annak a munkáját, aki ajánlatot készít, és aki ajánlatot készít, az szeretni fogja ezt az eszközt használni, és nem azzal fog szenvedni, hogy copy-paste kicseréltem mindent, vagy nem cseréltem ki mindent. Majd ha kész az ajánlat, nem azzal fog foglalkozni, hogy melyik mappába, hova mentsem le, hanem automatikusan ez az ajánlat, ez a szerződés, vagy ez a bármi, ez be fog kerülni annak a partnernek a ügyféltörzsébe, az ügyféltörzshöz rendelt dokumentumként, és később bárki vagy bármelyik kollégát rákeres arra, hogy Kukutyin Kft.-nek milyen ajánlatok, szerződések mentek, ott lesznek időben is sorrendben egymás mellett, egymás alatt. Arról nem is beszélve, hogyha ezt e-mailben szeretnéd kiküldeni, már pedig ma legtöbbször e-mailben küldünk ki dokumentumokat, akkor maga az e-mail is ott lesz, vagy akár az e-mailt is le tudja generálni egy alkalmazás, ami aztán végképp kezelni tudja az, hogyha az e-mailre megjött egy reply, az automatikusan találjon oda. Tehát ha például, és most automatizációról beszélek, elküldtem egy e-mailt, akkor nem ott ér véget a folyamat, hogy elküldtem az e-mailt és hátradőlök. Jaj, de kíváncsi. Igen. Nem. Ott van egy tevékenység, ahogy a te céged másképp működik, mint minden más cégé. Te azt szeretnéd, hogyha elküldtem egy ajánlatot, akkor egy héten belül mondjuk mindenképpen várok választ. Ha nem kaptam választ, akkor ezt most hol tartod nyilván, egy Excelbe vagy a fejedbe, hogy kitől vársz választ? Ha nem kaptam választ, akkor a szoftver szóljon, hogy nem kaptam választ, és esetleg adjon neked egy üzenetet, hogy vidd a folyamatot abba az irányba, hogy hívjam fel az ügyfelet, vagy küldje ki neki egy, ha egy egyszerűbb ügyfélről van szó, egy e-mail értesítőt arról, hogy megkaptad-e egyáltalán az ajánlatunkat, tehát te tudod, hogy hogy szeretnéd ezt fölépíteni, te tudod ezt lerajzolni egy folyamatrajzoló eszközzel, és azt szerint fogod tudni ezt a tevékenységet élezni. A automatizációhoz hozzátéve, tehát nemrég volt egy olyan igénye egy ügyfelünknek, amit mi néhány kattintással meg tudtuk oldani, hogyha elküldtem egy ajánlatot, akkor amikor az ügyfelem azt az ajánlatot megnyitja a képernyőn, akkor azonnal az én szélszesem kapjon erről egy értesítőt. Tehát amikor az ügyfelem képernyőjén van az ajánlat, azonnal hívjuk fel és együtt beszéljük meg vele. Tehát ezt minek tudjuk oldani? Kiküldtünk egy ajánlatot, mondjuk egy linken, vagy valamilyen eszközzel, ahol lehet kezelni azt, hogy megnyitotta. Abban a pillanatban, amikor megnyílik, akkor meg tudja kapni a SMS, e-mail, bármilyen értesítős a munkatárs, és egyből párhuzamosan tudják végigvinni. Tehát egy bonyolultabb szolgáltatásnál vagy terméknél el lehet kerülni azt, hogy elkezdi olvasni az ajánlatot, te jó Isten, ez 30 oldalas, a harmadik oldalnál azt se tudja, hol tart, elvesztette az érteklődését, és ha jól tudunk időzíteni, akkor 3,5 perc múlva hívjuk, akkor tart pont az árajánlati résznél, ahol az összegek vannak, ott dobnál az agyát meg az egészet, és akkor segítünk neki abban értelmezni, hogy az a 10, az miért 10, az a 20, az miért 20. Ebben például már nagyságrendeket lehet a értékesítési folyamatokon is támogatni. Arról meg nem is beszélve, hogy az értékesítés ugye nem ért véget, mint ahogy előbb is említettem ott, hogy szerződést kötöttünk, hanem végig kell vinni a projektet, a belső munkatársakat, a tiketeket, a szerződéseket, egészen odáig, hogy egy összetettebb szolgáltatást kínáló cégnél vannak reklamációs, panaszkezelési folyamatok is, amelyek megint csak szabályozott különböző cégeknél, különböző módon akár nem megfelelő módon van kezelve, akkor büntetéseket is vonhat maga után, mert jön az állam és szankcionálja, ha valamit nem úgy kezeltünk, tehát ezeknek is mind úgy kell kezelnünk, ahogy a te cégednek, ahogy a te cégedre vonatkozó szabályozóknak az megfelelően ki van alakítva, vagy el van képzelve. Micsoda szép új világ, és hogy és uraim, ez nem a jövő, hanem a jelen, ez a legdurvább. Sőt. Hogy lehet az, hogy már 20 éve foglalkoztak ezzel, hogy jól tudom, még egyetemen is tanítják a folyamatkezelést, hogy áll ez a misszió, az evangélium, hogy nem mindenki azt mondja, hogy workflow-t akarok. A döbbenet az, hogy egyre többen mondják egyébként hát azt, hogy ez nem döbbenet, akarok. Ez természetes. Hát igen, bízom benne, hogy ez egyre természetesebbé válik. Azon dolgozunk, hogy lépek egyet. Tehát minden éve kapunk a KSH-tól egy ilyen kérdőívet, mondom, nagyobb cégek biztos szoktak kapni, és az a KSH-s kérdőíven rajta van az, hogy milyen informatikai rendszereket használunk. Ott van rajta, hogy használunk-e ERP rendszert, használunk-e CRM rendszert. Most én akkor érném el a célomat, hogyha két év múlva ezen a KSH-s kérdőíven ott lenne az is, hogy használtok-e workflow rendszert. Bocsánat, ez volt a kiút. Ez egy misszió. Misszió, amit dolgozunk, és ennek a missziónak vannak különböző lépései.
Az egyik fontos lépése, hogy egyre több helyre hívnak minket előadónak is, ahol az a felkérés, hogy workflow témáról beszéljünk. Csak idén eddig négy olyan konferencia volt, mint tudom, például az Evolution konferencia, jövő héten a Piac és Profitnak lesz egy rendezvény, ahol előadunk kifejezetten erről a témáról. A Pannon Egyetemen tavaly tartottunk előadást, erről van olyan főiskola, ahol benne van a tananyagban, az, hogy workflow-t azt X-Lever eszközökkel oktassák. Tehát azt gondolom, kezd fölnőni egy olyan generáció, akinek ott való a hátul az agyában már ott van, hogy ez egy rétező eszköz, és ezzel is megoldásokat lehet kínálni, és amellett a Szent Háromság mellett, hogy használjunk ingyenes Gmailt, használjunk ingyenes számlázó rendszert. Sokszor találkozunk azzal, hogy szeretnének használni ingyenes workflow rendszert, amire nekünk még nincs megoldásunk, lehet, hogy majd pár év múlva lesz, viszont olyan megoldást tudunk kínálni, ami egészen kis cégek számára is megfizethetővé teheti, vagy teszi ezt a fajta gondolkodást és szolgáltatást. Ja, az a legklasszabb ebben az egészben, hogy itt nem egy fix dologban indulunk ki, hanem a saját folyamatainkból is, hogy a workflow az mindig az igazodik, amire nekem szükségem van. Kicsit úgy képzelem el, mint a higanyból összeálló terminátort, hogy az én folyamataimra van optimalizálva az egész. Hát igazán, hogy nekünk minden egyes ügyféllel történő bevezetésünk úgy néz ki, hogy és ez nekünk egy nagy teher, és egy nagyon nagy öröm is, meg lehetőség, hogy mi nem azt mondjuk, hogy itt a szoftver és használd. Azt mondjuk, hogy minden alkalommal ilyen workshopokat tartunk, ahol először lerazoltatjuk az ügyféllel egy lehetőleg filccel, mert akkor nem bonyolódik el abban, hogy egyszerűen a vízióban hogy kell razolni, filccel lerazoltatjuk, hogy szerinte hogy néz ki mondjuk a kintlévőség kezelési folyamat, nálad hogy néz ki a panaszkezelési folyamat, nálad hogy néz ki a szerződéskezelési folyamat, vagy egy számlajobbágyási folyamat. Ezt mindenki le tudja razolni jobban vagy rosszabban egy filctollal. És mi ezt, miután ő lerajzolt a filctollal, utána vele együtt, úgyhogy akár ő is foghatja az egeret, lerajzoljuk a mi folyamat rajzoló eszközünk segítségével, és attól függően, hogy mennyire bonyolult üzleti folyamatról van szó, vagy egy óra alatt, vagy egy nap alatt, vagy legrosszabb esetben 2-3 nap alatt egy olyan rajzot adunk elő, olyan rajzot készítünk, ami ahogy elmegy tőlünk az ügyfél, vagy akár ezt távolról is csinálhatja, azonnal használható folyamatot kap. Milyen folyamatot kap? Nem olyat, amit mi találtunk ki. Nem olyat, amit a világ kitalált, hanem egy olyan folyamatot kap, amit ő mondott el. Most, hogyha azt mondja, hogy ez a folyamat nem úgy működik, hogy az ő cége, hát bocs, ő mondta el rosszul. Ha ő jól mondja el, egyébként nagyon nehéz jól elmondani, könnyűnek tűnik elsőre, de először egészen másképp gondolkodnak az emberek, de egy-két órás beszélgetés után meg szoktuk találni minden esetben a közös hangot, és egy-két órás beszélgetésben látszik, hogy itt van, és ahogy lerajzoltuk, mit tudom, egy olyan jóváhagyást, ahol itt azt mondja, hogy egy számlát, hogyha 10 millió forintnál nagyobb értékű, akkor csak a vezérigazgató adhat jóvá. Hogyha egy olyan típusú számla, ami mondjuk közműszámla, egy közműszámlát úgy lehet jóváhagyni, hogyha az a közműszámla nem tér el 10%-on az előző havi közműszámla összegétől, és ebben a hónapban még nem hagytunk jóvá ilyen számlát, akkor ember ne is lássa, hanem emberi beavatkozás nélkül automatikusan kerül jóváhagyásra. Tehát így el tudja mondani, le tudjuk rajzolni, és ahogy elmegy tőlünk, vagy akár ott a helyszínen, egyből egy ennek megfelelő működési modellel működő bíró terméket, üzleti folyamatot kap, amit valóban felhasználókat is regisztráltunk benne, és másnaptól hazamegy, és az a mit tudom, 2 emberre, 3 emberre, 10 emberre, vagy jó esetben 50 emberre, ez szerint tud működni, ahogy ő elmondta nálunk a tevékenységláncet. Zseniális, zseniális. Én nagyon csípem ezt a folyamat alapú rendszert, és bátorítva benneteket, sőt, követelem, parancsolom, hogy kérdezzetek Zsolttól a folyamataitokkal kapcsolatban. Kisnézek Danira, hogy milyen kérdések érkeztek idáig. Van egy nagyon izgalmas, ez hasonló jelleggel, de 2 ember is feltette. Péter és Ágnes kérdezi, hogy volt-e már bármilyen olyan helyzet, akár közismert partner esetében is, amikor a ti segítségeteknek köszönhetően radikális változásokat kellett eszközölni egy cégen belül, és hogyha igen, akkor ez hogyan térült meg a megrendelőnek? A radikális az talán könnyebben értelmezhető egy nagyvállalatnál, és majd mondok egy KKV-s példát is, tehát meg kell a 2 példával jönni. Volt egy nagy bevezetésünk egy távközlési szolgáltatónál, egy ismert távközlési szolgáltatónál, ahol mielőtt a mi eszközünket elkezdték volna használni, előtte a kintlévőség kezeléssel, tehát hogy milyen
ügyfelek tartoznak az adott cégnek, kifelejtette el befizetni a számláját, dolgozott 10-15 ember. Excel táblákat gyártottak, aminek több százezer sora volt, és mire legyártottak egy Excel táblát, és kiszűrték belőle, ki a VIP ügyfél. több százezer sor. Ki az, akinél azért van tartozása, mert esetleg szolgáltatás kiesés volt. Ki az, akinek küldhetünk e-mailt, mert ugye valaki esetleg letiltotta, hogy nem kommunikálhatunk vele e-mailben. Ki az, aki olyan ügyfél, aki rendszeresen szokott tartozni, ki ebből olyan ügyfél, aki csak 3 forinttal tartozik, ezt mind másképp kell kezelni, de mire az Excel táblákból leszűrték, addigra bejöttek a befizetések, és kezdhették előre a feladatot. Hát ez tipikusan egy olyan tevékenység, ahol egy workflow rendszerben vannak humán folyamatok, humán lépések, az azt jelenti, hogy ember dönt, jóvá hagyom, nem hagyom, jóvá felhívom, nem hívom föl, de egy ilyen folyamatban nagyon sok minden automatizálható. Egy workflow rendszer be tud nézni egy számlázó rendszer adatai, meg tudja nézni, kinek van tartozása. Akinek tartozása van, azokhoz elindít egy, mi úgy hívjuk, hogy ügyet, egy workflow példányt, aminél megnézi azt, hogyha ennek az ügyfélnek, ez az ügyfél VIP ügyfél, másképp kell kezelni. Ennél az ügyfélnél volt reklamáció, akkor másképp kell kezelni. Majd annak megfelelően, hogy milyen döntések születtek, ennek az ügyfélnek küldeni kell egy SMS-t, küldeni kell egy e-mailt, vagy mit tudom, egy VIP ügyfelet el kell irányítani a saját menedzseréhez, aki hívja föl telefonon. Majd, hogyha ezek a felszólítások valamilyen szinten megtörténtek, akkor a folyamat alszik magától 15 napig, 20 napig, 30 napig, ahogy valaki kitalálta, majd magától emberi beavatkozás nélkül feléled, és megnézi, hogy fizetett az ügyfél, vagy nem. Ha fizetett az ügyfél, lezárul a folyamat, ha nem fizetett az ügyfél, akkor megy tovább a megfelelő ágon. A mi termékünk bevezetésével egy 15 fős csoport munkáját le lehetett redukálni mondjuk 2 főre, ez igen, ami eleve egy hatalmas pénzügyi nyereség, arról nem is beszélve, hogy a kint lévőségek ezáltal, hogy mit tudom én, csak küldünk egy SMS-t, hogy tessék már fizetni, nagyságrendekkel csökkentek, tehát dupla szinten lehetett nagy összegeket nyerni. Egy másik, egy kisebb vállalatnál, cégnél, akik kávé automaták üzemeltetésével foglalkoznak, ott az a helyzet alakult ki, hogy volt egy Excel tábla arra, hogy milyen kávé automatáink vannak. Volt egy Excel tábla arra, hogy mik vannak a szervizben. Volt egy Excel tábla arra, hogy milyen ügyfelek kerestek meg minket, akik szeretnének kávé automatát venni. Volt egy Excel tábla arra, hogy milyen kávé patronokat vagy miket kell rendelni, és azok hol tartanak. Tehát volt kb. 15 Excel tábla, nagyon jól működött a cég, ismert cég, teljesen jó, de kiderült, hogy a kulcs szereplő, aki ezt az Excel táblát üzemelteti, már nem lesz itt a cégnél egy pár hónap múlva. Hát teljes káosz. Nekik abszolút. Ezek olyan tevékenységek, ezek az Excel táblák, amik fölfűzhetők. A beszerzéstől, az ajánlatadáson keresztül, a szerviz folyamatokon át, a későbbi reklamációig, mind-mind egy-egy tevékenységláncba szervezhető, és ha ez a folyamat egyrészt megvan, akkor 1. hatékonyabban fog működni a cég, 2. pótolhatóak az emberek, bármikor bárki beteg lesz, vagy elmegy, az helyettesíthető, és van még egy másik nagyon jó, fontos tényező, a vezető, tulajdonos rálát arra, hogy mi történik a cégbe. És még egy nagyon fontos tényező, sokkal kevesebbet fogunk hibázni, ami nyilván az ügyfelek elégedettségét is szolgálja, másrészt pedig nem fog megtörténni az, ami sok cégnél előfordult, kiküldtünk egy ajánlatot, de elfelejtettük az ügyfelet fölhívni, hogy érdekli vagy nem, és fel a konkurenciától is kért ajánlatot, a konkurencia meg fölhívta, ezért mondjuk egy héttel később, és adott még 3% kedvezményt, ezért a konkurenciának vették meg a termékét. Itt ezek pontosan kialakíthatóak, és látszik, hogy onnantól kezdve, hogy bejött egy ajánlatkérés, vagy akár azt még meglőzően, hogy keresünk meg egy ügyfelet, odáig, hogy valamit eladtunk neki, és utókövetése van a tevékenységeknek, ez mind-mind folyamatokban kezelhető, ahol lépésről lépésre le van írva az, hogy miután mit kell csinálnunk, milyen tevékenységek vannak, és melyik munkatársunknak mi a dolga. Ajánlattól a végéig. Hát de hihetetlen, de az a durva, hogy ez hogy működött idáig. Tehát, hogy a 15 Excel-el hogy érték túl az elmúlt x évet. Nyilván volt egy olyan lelkes kolléganő, aki ezt csinálta, de hogy ez elég sokszor előkerül, hogy van valaki, aki az Excel-ekkel bűvészkedik. Ez úgy látom, ez a magyar vállalati kultúra része, hogy van egy... Hát szerintem ez a világ kultúrájának a része, az Excel az, ami nagyon jól működik. Van egy nagyon jó ügyfelünk, nagyon szeretjük őket, ilyen energetikai szolgáltatás szerűvel foglalkoznak, de egy kis cég, ilyen, mit tudom én, 30-40-en dolgoznak náluk. Ott az volt a feladat, hogy volt egy Excel táblájuk, az Excel, tehát a nagybetűvel,
úgy kell elképzelni, hogy kúkú oszlop is volt az egyszer. A tevékenységre bevezettük az X-Lavert, tök jól működtek a folyamatok, de mivel azt szokták meg a cégben bizonyos személyek, hogy kúkú Excel van, és arra voltak felépítve mondjuk riportok, ezért az volt az elvárás tőlünk, hogy jól működnek a folyamatok, nagyon szeretik, de minden nap tudjon az X-Laver egy olyan Excel-t exportálni, ami korábban megvolt. Kúkú oszloppal is 65 000 sorral. Hát ha ez a feladat, akkor megoldottuk, hogy tudunk olyan Excel-t csinálni, amire korábban már többen úgy az életük részének tekintették, tehát nem váltottuk ki az Excel-t, csak éppen nem az Excel-ben dolgoznak, hanem az az eredmény ugyanolyan formában elérhető és használható, mint ahogy. Igen, de nyilván barátságosabb, hogy kívánságra van Excel, és nem szükségszerű. Igen, hát arról nem is beszélve, hogyha mondjuk egy Excel-t hárman szerkesztenek, akkor annak milyen eredménye lesz. Ugye gondolom, aki Excel-el dolgozott, az mind ismeri azt, hogy hát melyik az utolsó verzió, éppen kimentett rá utoljára, vagy éppen ha egy bonyolultabb Excel és módosítottunk benne valamilyen képletet, akkor az pontosan mit is csinál és hogy működik. Gondolom az X-Lavert az ilyen szempontból ilyen, hát nem szakmaian, de kifejezően mondva ez hülye álló, tehát abban nem lehet belepiszkálni, hogy elromoljon mint egy Excel. Hát meg a nyugtasolak, nem hülye álló, mivel a rendszert emberek építik föl, tehát az X-Laver pont azt fogja tudni, amilyen folyamatokat te definiáltál. Uh-huh. Hogyha egy folyamat úgy van definiálva, hogy ehhez a tevékenység lépéshez, mondjuk egy számla jóváhagyáshoz, a cégben bárkinek hozzáférése van, és bárki bármilyen adatot át tud írni benne, akkor az egy olyan folyamat lesz, ami hülye álló ugyan, de a hülyék bármit tudnak csinálni benne. A cél az, hogy légy gondoljuk ezeket a tevékenységeket. Volt egy olyan, vagy elképzelhető egy olyan folyamat is, ahol ha valamit rosszul építenek föl, tehát hogy próbálják találni egy jó példát, egy folyamatban valamilyen fontos dokumentumnak a jóváhagyása megtörténik, és egy jóváhagyott dokumentum később még módosítható. A folyamat fölépíthető e szerint, sőt valamikor egy jóváhagyott dokumentumot módosítani is kell, tehát szoftveresen lehetőséget kell adni rá, de hogyha úgy építenek fel egy dokumentumot, hogy itt mindenki már elméletileg aláírta, ez egy kész dokumentum kell, hogy legyen, de a folyamat szerint, amit az ügyfél kért, ott van egy olyan ág, hogy ezt még Pisti bármikor gondolkodás nélkül módosíthatja, és ha ez így rossz, akkor rosszul fog működni a szoftver is. Tehát a hülye állóságot úgy kell elképzelni, hogy akkor lesz hülye álló, hogyha hülye állóan gondolod végig. Hogyha te arra építed a cégedet, és azt látom, hogy nagyon sok olyan cég van, ahol építünk arra, hogy bárki bármit csinálhat, tehát tulajdonképpen nem azt mondom, hogy hülyék dolgoznak, mert az nem igaz, hisz azok a hülyék nagyon jól működtetik ezt a céget, de az a lényege, hogy anarchia és káosz van, és ezért működünk jól, akkor az X-Laverben is föl lehet építeni a káoszt, és nagyon jól lehet káosz szerint is dolgozni, csak annak nem biztos, hogy van értelme. Pont. Olyan nevelni ezt a folyamatkezelőt, mint egy gyermeket, hogy a mintát követi majd, amit kap. De nem akarok én kérdezni, csak Danikám, milyen nézői kérdéseink vannak még? Gergely kérdezi, hogyha egy értékesítésről van szó, akkor mi a legfőbb különbség egy CRM és egy workflow rendszer között? Hát ugye a CRM rendszer az kezeli az értékesítési folyamatoknak valamilyen részét. Vannak kisebb, nagyobb, bonyolultabb CRM rendszerek. Vannak nagyon jó CRM rendszerek, nem csak mi tudunk természetesen jó CRM dolgokat kezelni, de mi mindenképpen folyamatokban kezeljük. Tehát nagyon sok olyan CRM rendszer van, hogy egy státuszkövető rendszer. Be lehet lehetni, hogy fölhívtam, nem hívtam föl, föl kell hívni, nem kell visszahívni, mikor kell fölhívni, és bármikor bármilyen státuszra állíthat bármilyen kezelő dolgokat. Tehát például a lezárt státuszról nyitott státuszra lehet tenni gondolkodás nélkül egy tevékenységet. Mi folyamatokban képzeljük el. Tehát az, hogyha egy ügyfélnek elküldtem egy ajánlatot, azt előre gondolja, hogy elküldtem egy ajánlatot, a következő lépés az lesz, hogy rá kell kérdeznem az ügyfélre, hogy megkapta az ajánlatot. Hát így megvan rajzolva, akkor ott nem lehet az, hogy a értékesítő munkatárs vagy a CSS az bármit csinálhat, hanem azt a tevékenységet kell követnie, ahogy én fölépítettem. Arról meg nem is beszélve, hogy a legtöbb vállalat életében az értékesítési folyamat nem ér ott végig, hogy aláírtuk a szerződést. Mert a salesnek az is feladata, hogy ápolja a kapcsolatot az ügyfelekkel, hívjuk fel néha az ügyfelet, osztályozzuk az ügyfeleket. Van olyan ügyfelünk, aki úgy nem olyan sokat ér, de neki is azért küldjünk e-mailt. Van olyan ügyfelünk, aki elég sokat ér vele, mindenképpen havonta egyszer beszéljen a sales-es telefonon, hát ha valamit pluszban el tudunk neki adni. És van olyan ügyfelünk, aki nagyon nagy értékű, vele minden hónapban egyszer legalább menjek el ebédelni.
Most, hogyha elképzelem, hogy van 600 ügyfelem, vagy van 1000 ügyfelem, vagy egy szélszesnek csak, mit tudom én, van 150 kiemelt partnere, ezt Excelben, naptárban, textfájban, Wordben, nem tudom, hogy nem túl könnyű kezelni. Hogyha ezt folyamatokba építjük föl, és minden egyes valamilyen tevékenységet, egy valamilyen következő tevékenység követ, ami lehet, hogy jövőben lesz, de a folyamat már azt szerint megy, hogy azt mondtam, hogy itt kiküldtem az ajánlatot, két héten belül mindenképpen hívjam föl, vagy ha megkötöttem a szerződést, akkor induljon el egy ilyen folyamatos task, hogy havonta küldjek egy e-mailt a hírlevéllel, havonta egyszer hívjam föl, hogy hogy van, vagy havonta egyszer kezdjem el megszervezni az ebédet, akkor ezt a workflow rendszer tudja neki adagolni. Ez általában nem része egy klasszikus CRM tevékenységnek, vagy CRM rendszernek, vagy CRM folyamatnak. Mi viszont ezt próbáljuk meg beletenni, hogy plusz ilyen tevékenységek is legyenek, és visszatérve erre, hogy hülye biztos-e a rendszer, vagy nem, az a lényeg, vagy egy cégvezetőjének az a lényeg, hogy vezérelni tudja a munkatársait. És ha vezéri a munkatársait, ha úgy van fölépítve a folyamat, hogy az jól vezéri a munkatársait, akkor a cégvezető hátraüldülhet, bármikor elmehet vitorlázni, síjelni, vagy éppen csak aludni, hogyha ahhoz van kedve, bármikor otthonról meg tudja nézni, hogy ma mik történtek a cégében, ezt más CRM rendszer is természetesen tudja, de itt vezéreljük is a tevékenységet. Nem maradhatnak ki pontok a vállalatnak az életéből, az értékesítési, vagy bármilyen más folyamatokból. Arról meg nem is beszélve, hogy ami még nagyon fontos láncszem számunkra, az a munkatárs, az értékesítéssel foglalkozó munkatárs, és olvasva akár a Facebookon a különböző ilyen üzleti blogokat, vagy üzleti fórumokat, rendszeresen előfordul az a kérdés, hogy oké, vettem egy CRM rendszert, bevezettem, vagy tervezem, hogy megveszem, de hogy fogom én rávenni a kollégáimat arra, hogy dolgozzon vele, és használja is. Hisz ha azt mondom Pistikének, aki a legfontosabb emberem, hogy kezdjen ide mindent berögzíteni, akkor nem fogja, mert azt hiszi, hogy akkor majd ellopjuk tőle az adatait, és érzi, hogy pótolható lesz a cégen belül. Igen ám, de ha úgy közelítjük meg, hogy Pistikének miben fog ez a rendszer segíteni, és a Pistikének abban fog segíteni, hogy mondjuk havonta egyszer megmondja, hogy kit kell fölhívni a telefonon, hogy a Pistikének segít abban, hogy egy ajánlatot két kattintással össze tudjon állítani, hogy Pistikének segítünk azt, hogy szóljon neki, hogy az ügyfél mikor nyitotta meg az ajánlatot, akkor Pistike már is nem azt fogja érezni, hogy elveszik tőlem az adatot, és a másik szélszes bármikor be tud ugrani a helyembe, nem azt fogja érezni, vagy abban kaphat segítséget, hogy hoppá, lehet, hogy más is rálát a munkámra, lehet, hogy a főnök jobban tud koordinálni, tehát 30%-kal többet tudtam eladni. Ez valahol jutalékomban már látszódni fog. És nem az van, hogy úristen, melyik Excel táblámban hol van, és az Excel táblát nem is mentem el olyan file szerverre, amit a főnök elér, mert, vagy a munkatársaim elérnek, mert ezek titkos adatok, hanem elkezdi magától is megosztani a cégben az információkat, és azt gondolom, hogy egy vállalatvezető számára az a legfontosabb, hogy ne legyenek ilyen kis királyok, akikhez nem merünk hozzászólni, hozzányúlni, mert úristen, véletlen megsértem, akkor elmegy és elviszi az én partnertörzsemet, de ő azt gondolja, hogy a saját partnertörzsét a konkurenciához, vagy elkezd csinálni egy saját céget, amitől hát persze lehet félni, de hogyha képes lenne saját céget csinálni, akkor már rég nem dolgozik. Úgyhogy ezeket kell tudnunk valahogy összerakni, és ezekben a kérdéskörökben kell tudnunk segíteni, és itt jön elő az, hogy nincs két egyforma cég. Még ugyanazzal a tevékenységgel foglalkozó két cég is, menjünk vissza az előző ponthoz, ugyanúgy egy italautomatával foglalkozó két vállalat is teljesen másképp működik, és látom, hogy másképp működnek, de amit nagyon jó a mi munkánkban, hogy amikor elkezdjük átbeszélni valakivel a folyamatokat, ott az a hála a szemünkben, hogy úristen, hát tényleg eszerint dolgoztam, és de jó, hogy ezt így végigbeszéltétek velem, és de jó, hogy akkor ezt együtt le tudjuk modellezni, és tényleg így fog működni a cégem, és mindent látni fogok. És utána tényleg de jó, hogy ezt most megcsináltuk. Általában nem az történik, mint egy klasszikus vállalatirányítási rendszer, hogy itt az én szoftverem, vedd meg, kezd el használni, nem apró folyamatokból indulunk el. Most nézzük meg az értékesítés egy részét, nézzük meg a számlázási folyamatoknak egy részét, és ha bevezetünk két-három folyamatot, több olyan cégünk van, illetve a legtöbb cégünknél ezt próbáljuk meg elérni, és elég sok helyen nagyon jól is működik, hogy maguktól jönnek a munkatársak, hogy fú, milyen jól megoldottuk, mit tudom én, a kintlévőség kezelést, nem lehetne, hogy akkor most megoldjuk a belépő kártyák kiosztásának a folyamatát. És
akkor akár nélkülünk, hisz az ügyfelünk saját maguk is tudják modellezni a folyamataikat, azt mondják, hogy akkor most nézzük meg, hogy fölveszünk egy új munkatársat, hogy kap ő belépőkártyát, hogy kap ő sapkát, hogy kap ő notebookot, hogy kap ő asztalt, hogy kap hozzáférést az ABC informatikai rendszerhez. Tehát egy új munkatárs belépésének a folyamata, ami nem is gondoltak arra, hogy ez bonyolultabb, de egy nagy cégnél, ahol tudom én, napi szintű fluktuáció van, vagy egy kis cégnél, ahol naponta vesznek fel és rúgnak ki kőműveseket, ott ezek komoly problémát vagy problémákat tudnak jelenteni, és valóban van olyan ügyfelünk, aki mondjuk azzal foglalkozik, hogy henteseket közvetít Németországba, és ezeknek a tevékenységnek a kezeléséhez nem elég az, hogy nekik egyébként van SAP-jük, hanem valamit még az SAP mellett a folyamatokban is kellett tudni kezelni és modellezni, és ők például erre használják az alkalmazásunkat, hogy milyen módon, hogy kell fölvenni valamit, hogy kell kilépni, kirúgni valakit, hogy kell átléptetni egy másik cégbe, hogy kell megszervezni azt, hogy beüljenek egy autóba és elmenjenek Németországba, hányan férnek egy autóba. Tehát egyszerűen folyamata van az egész tevékenységnek, és valószínűleg nincs a világon még egy olyan cég, aki ezzel a logikával közvetítene embereket bárhol. Ez elképesztő egyébként, hogy a vállalatvezetők nem ismerik a saját vállalati gyakorlatukat olyan szinten, hogy azt meg tudják fogalmazni egyszerű folyamatban, tehát effektíven nem tudják elmondani, hogy mit csinálnak. Csak úgy nagyobb vonalakban. El tudják mondani. El tudják mondani, csak nem tudják elképzelni, hogy ezt hogy kell elmondani. Tehát, hogyha leülsz velük beszélgetni, vagy leülünk velük beszélgetni, minden cégnél el tudja mondani a vállalatvezető magas szinten, és a egyes szakterületekért felelős vezető pedig mély szinten azt, hogy ő miképpen is hogyan dolgozik, csak nincsen eszközük rá. Hát hiába mondtuk eddig azt nekik, vagy mondják a legtöbb cégnél, hogy oké, írjátok le, aláírjuk pecséttel, jóvá hagyjuk a minisztériummal, nem tudom, minden, amit kell csinálni vele, de abból nem lesz egy működő szoftver. Hiába veszek egy ERP rendszert, amit tud számlázni, meg tud logisztikázni, egy ERP rendszer soha nem fogja kezelni, persze van, amelyik tudhatja, de általában nem fogja kezelni azt a feladatot, hogy mondjuk bejött egy számla, most egy pontos példa, mert a számlajóvágyás a legtöbb rendszerben van, de mondjuk egy ERP rendszer nem fogja kezelni azt a folyamatot, hogy mi a legnagyobb cég probléma a munkatársaknak a cégbe. A legnagyobb probléma az, hogy állandóan fizetési előleg igényük van. Fizetési előleg igény? Hát akkor csináljunk erre egy folyamatot. Mit jelent egy fizetési előleg igénylése folyamata? Minden munkatárs évente egyszer igényelhet fizetési előleget. Le lehet rajzolni egy folyamatként. Ha igényelt fizetési előleget, mit jelent? Beléri, hogy mekkora összeget szeretne, majd végigmegy a hierarchián, kisfőnök, nagyfőnök, még nagyobb főnök jóváhagyta. Ha mindenki jóváhagyta, és esetleg megvizsgáltuk azt is, hogy lehet, hogy tudjuk, hogy ő fizetési előleget szeretne fölvenni, de mi már tudjuk, hogy holnap ki fogjuk rúgni, akkor nem adunk neki fizetési előleget. Tehát, hogyha végigment a folyamaton, akkor a legvégén generálódjon le mondjuk egy PDF dokumentum, mert a bérszámfejtés az még ennél a cégnél mondjuk nagyon papírközpontú, a PDF dokumentumban legyen benne, hogy ki igényelte a fizetési előleget, legyen rajta a szkennelt aláírás, amit a szoftver rá tud tenni az összes vezetőnek, ezt nyomtassuk ki, le lehet fűzni a bérkartonja mellé, hogy ő miért kapott fizetési előleget, és elektronizáltuk a tevékenységet. És már is kaptak megint egy olyan pozitív dolgot a munkatársak, amely nekik gond volt, és amelyre igényük van, és hogyha mondjuk például csak egy ilyen egyszerű tevékenységgel meghirdetjük a cégen belül, hogy mostantól mindenki évente ilyen szabályozott formában kaphat, igényelhet fizetési előleget, akkor már is használni fogják, és egyen jobb cég vagyunk, mint más. És akkor most direkt egy olyan Nextnél példát mondtam, ami valószínűleg nem sok cégnél merült fel, hogy automatizálják a fizetési előleget, de nekünk valóban van olyan ügyfelünk, ahol nélkülünk oldottak meg a mi eszközünkkel ilyen dolgokat. Nem is a folyamataikkal nincsenek tisztában, hanem a lehetőségeikkel, hogy milyen szinten automatizálhatók a folyamataik. Igen, és ez a következő kérdés, hogy korábban említettem, hogy a folyamatoknak többféle összetevője van. Van az egyik féle összetevője, amikor emberek döntenek, jóvá hagyom, nem hagyom, jóvá felhívom, nem fívom, elutasítom, nem utasítom el. Meg vannak a automatizált tevékenység, és nagyon sok automatizációról volt már szó, ugye mondtam, hogy például nem copy-paste állítunk össze egy ajánlatot, hanem egy kattintással össze tudjuk rakni megfelelő blokkokból. Mondtam azt a példát, hogy egy kincslevőségkezelésnél mekkora Excel táblákat lehet automatikusan szoftver közötti kommunikációval kiváltani, amikor egy vállalatirányítási rendszerünkben ott van, hogy
milyen ügyfeleink vannak, és ki mennyit fizetett, és kinek milyen számlái érkeztek, vagy mentek ki. Azzal tud kommunikálni egy ilyen folyamatirányító rendszer, egy ilyen workflow rendszer, és magától emberi beavatkozás nélkül tud döntéseket hozni. De ezek által vegyesek, tehát nagyon kevés olyan folyamat van, amit emberi beavatkozás nélkül végig lehet vinni. Csak mondjuk ebbe a kintlövésekezelés példában a VIP ügyfelet soha nem szólítjuk föl papíron, őt minden esetben előtte telefonon is fölhívjuk, hogy csókolom, nem fizettek már, megkérhetnénk, hogy tessék meg fizetni. Ezt nem lehet ugye tértévevényes papíron elmondani, ezt mindenképpen a cég policiában másképp van. Tehát kombinálni kell az automatikus tevékenységeket az emberi tevékenységekkel, és azt látjuk, hogy ha elkezdünk erről beszélgetni egy céggel, akkor 10-20-30 esetenként akár 60-70%-nyi olyan tevékenység van egy vállalaton belül, ami automatizálható. Klasszikusan visszamenve mondjuk erre a számlajóváhagyási példára, ami mindenki számára egyértelmű, bejött egy számla, jóvá kell hagyni. Sokan ebben gondolkodnak, jóvá kell adni a számlát különböző paraméterek alapján, de ugye a nagyvállalati logikát, ha megpróbáljuk átültetni a világnak arra az oldalára, ahol a KKV-k is vannak, ott a nagyvállalatok nem számlákat hagynak jóvá, hanem a megrendelőket hagynak jóvá. A megrendelőnek van jóváhagyási folyamata, és ha egy megrendelőt jóváhagytak, és érkezik egy számla, akkor csak a számlát kell összehasonlításítani a megrendelővel. A számlát már nem kell jóváhagyni. A számlát egy gép is jóvá tudja hagyni. Ha volt hozzá megrendelő, akkor jóváhagytuk. Ha nem volt hozzá megrendelő, akkor nézzük meg, hogy közületi számla, mert ahhoz nem szokott megrendelő lenni. Minden egyéb esetben a sarkitok, mert egy autó ripla, hogy köszönjük szépen, ez egy olyan számla, amihez nem volt megrendelésünk, ezt mi nem fogjuk kifizetni. És ha már ezt ilyen szigorúan kezeltük, akkor már is nő az a fegyelem, hogy nem vészhet el, vagy nem fordulhat elő az, hogy itt egy számla betettem a fiókomba, nagyon alulra került, elfelejtettük kifizetni, majd ennek jönnek a megfelelő jogi vagy szakmai következményei. És ez csak egy egyszerű tevékenység volt, ami minden cégnél vannak számla befogadási problémák. Erre nagyon sok szoftver van, ami erre képes, de ha a másik oldalát nézem, ami például nálunk is probléma, mikor, kinek, mit kell számlázni. Ezt honnan tudja a legtöbb cég? Excel táblába. Vele az a megállapodásom, hogy neki évente kell számlázni, neki negyed évente, neki fél évente, neki a projekt végén, neki a projekt elején 13%-ot, a projekt közepén 24%-ot. Persze, lehet ezt Excelben is csinálni, de hogyha ez klasszikusan kivonalakítva, hogy milyen típusú szolgáltatásaim vannak, ABC típusú szolgáltatást hogy szoktam számlázni, akkor ez már is automatikus, és akár úgy automatikus, hogy ugye az elején azt mondtam, hogy mi nem számlázunk, a rendszerünk nincs számlázó modulja, nincs is. Viszont tudunk integrálódni különböző számlázó programokkal. Például néhány héttel ezelőtt volt itt a számlászútól Laci, például a számlászhúval van olyan integrációnk, hogy az X-Lab-ben eljutott odáig, hogy valamit lehet számlázni, és akkor a számlászhú által biztosított online interfészen keresztül szólunk a számlászhúnak, állíts ki egy számlát, számlászhúban létrejön a számla, folyamat megy tovább. Tehát tulajdonképpen megvalósul a számlázás része is, de nem úgy valósul meg, hogy mi készítettünk el számlázó programot. 60-70%-nyi automatizált folyamat, hát ez a legtöbb vállalkozó szerintem sírnám boldogságtól, hogyha az adminisztratív feladatainak a 60-70%-a az így eltűnne az életéből. Hát egyrészt örülne, másrészt szerintem most még jobban annak örülne, hogyha nem függene a dolgozóktól, és nem kéne attól, bocsánat a szóért, paráznia, hogyha Julika elmegy dolgozni a szomszédban, mert ott 3%-kal többet adtak neki, meg adtak neki még Erzsébet utalványt is, fizetik a bejárását is, és ezért természetesen Julika el fog oda menni, de akkor én meg itt maradok, és nem tudok mit csinálni. Hát ha automatizáltak a folyamataim, akkor egyrészt egy részük magától fog működni, másrészt még egyszer mondom, a legfontosabb dolog az, hogy Julika helyett be tudom ültetni Katikát, mert Katikának nem kell olyan mélyen megtanulni mindent, neki csak azokat a folyamatokat, tevékenységeket kell végigvinni, amit már végig gondoltunk vállalatszervezői szemmel, és a szoftver napról napra, percről persze mondja, hogy mit kell csinálni. Meg jobban ellenőrizhető, meg gondolom logol minden egyes apró folyamatot, és nincs az a kinek a feladata lett volna, meg mikorra kellett volna, meg hát, a többi ilyen katasztrofális helyzet. Hát igen, ez ugye megint, hogyha kicsit megyek a CRM rendszer összehasonlításos kérdésre vissza, akkor egy fontos dolog, hogy a legtöbb CRM rendszer logol, sőt minden CRM rendszer logol, tudja, hogy mi történt. De mi nem csak azt tudjuk, hogy mi történt, hanem azt is, hogy mi fog történni. Hisz a folyamatban föl van rajzolva előre. Itt ezen a döntés után ez a döntés fog születni, hogy ebben kell döntést hozni,
azon döntéshozatal után pedig az fog történni. Tehát ha előre az ember látja a jövőt is, persze nyilván nem olyan szinten, hogy mi fog történni, de hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak, akkor ez is már nagyságrendeket tud változtatni az egész működési stratégián, és nyilván, hogyha egyfajta ilyen reportinggal is, tehát elemzéssel is gondolkodunk egy ilyen folyamatra és tevékenységre, akkor nagy következtetéseket lehet levonni. De mondok egy példát, az ország egyik legnagyobb webshopja használja a megoldásunkat arra, hogy a bejövő e-maileket feldolgozzák. És volt náluk egy olyan kollega, aki nagyon sokat hibázott. És ezért úgy gondolkodtak abba, hogy ne dolgozzon már itt a cégben. De kiderült, hogy egy dolog, hogy ő háromszor annyit hibázik, mint egy átlagos kezelő, viszont tízszer annyit dolgozik. Mert ha nincs egy ilyen eszköz, akkor nem lehetne mérni. Csak a hibákat látjuk, hogy mennyit hibázott. Az X-Lever segítségével látszik, mondjuk, hogyha egy bejövő e-mail megválaszolási folyamatról van szó, bejött az e-mail, az X-Lever minden e-mailt, ami beérkezett az ügyfélszolgálatra, megrendelésre, reklamációra, az mindent kezel, iktatószámon lát el, és kioszt valamilyen algoritmus szerint a munkatársak között. Nem vészel semmi, és naplózza azt, hogy azokkal a tevékenységekkel, azokkal az e-mailekkel, melyik munkatárs dolgozott, mennyi időt foglalkozott vele, mikor válaszolta meg, és pontosan látszik az, hogy te mondjuk napi szinten 15-öt, Pisti pedig napi szinten 280-at csinált ugyanabból a tevékenységből, ami egy napra belefér, de hogyha ez minden nap így van, akkor gyanús, hogy veled valami baj van, vagy az van, hogy te mindig pekes vagy, és bonyolultabb feladatokat kapsz, vagy az, hogy valamiért többet jársz cigizni, nem tudom. Hosszú távon nyilván kiviláglik a különbség. Kérdések tekintetében hogy állunk? Na most ugye volt erről szó, hogy már most ez nem a jövő, hanem ez a múlt. Most 20 éves a cég, nyilván 20 évre nem előre, de mi a jövő a folyamatkezelésben, meg a vállalati automatizációban? Te mit látsz most így 2018-ban? Mert hova lehet vinni még ezt a csodát? Nekem már ez is kicsit olyan, hogy most jövök rá, hogy mennyire a múltban éltem. Hát sok irány van ebben a kérdéskörben. Az egyik mindenképp az, hogy kérdés, hogy mit automatizálunk. Mi alapvetően ezeket a legjobban és legnagyobb hatásfokra ezeket a back-office tevékenységeket tudjuk automatizálni. Amikor egy nagy vállalati világszinten megnézzük az automatizációt, akkor látjuk, hogy kis robotok dolgozgatnak. Van ez a Robotic Process Automation című RPA rövidítés, ahol olyan szoftvereket árulnak, ahol copy-paste-tel másolódnak át adatok az egyik szoftverből a másikba, és emberek helyett ott csak gépek működnek. Meglátjuk esetleg magunk előtt azt, ami rendszeresen ott van a sajtóban, hogy akkor a hűtőszekrényem észreveszi, hogy lejárt a párizsi, szól a szomszéd boltnak, hogy akkor párizsit szeretnék rendelni, és a futár idejön, és automatikusan a falon keresztül hátulról beteszi a párizsit a hűtőszekrényembe. Persze ez is automatizáció, ez is részben folyamat automatizáció, és amit elmondtam, az egy folyamat. Lejárt a párizsi, megrendeltem, idejött. Mi azért alapvetően azt látom, hogy mi nem ebben fogjuk megváltani a jövőt, hanem mi a vállalatok adminisztratív feladatait tudjuk automatizálni, amiben mi nagyon sokat szeretnénk változtatni, és nagyon sokat szeretnénk egyszerűsíteni, és mondjuk, ha visszatekintem az elmúlt évet, nagyon nagy lépéseket tettünk már az irányba, hogy az ügyfeleink, a potenciális vásárlóink, azok ne úgy kezdjenek el velünk kommunikálni, vagy ne az legyen nekünk az első kérdésünk felé, hogy mondd már el, hogy milyen folyamataid vannak, rajzold le. Nem. Ha azt mondod, hogy neked az a típusú problémád van, hogy akkor azt mondjuk, hogy ezt a különböző ügyfeleink így, meg így, meg így oltották meg. Tehát ilyen best practice jelleggel már most is elé tudjuk rakni azt, hogy szerintem egy olyan típusú cégnél, mint te vagy, vagy így kéne ezt megoldanod. És ha nem nulláról kell kitalálnod, hanem már, hogy most is adunk ehhez segítséget, hogy különböző sablonokat kell csak átalakítani, akkor sokkal gyorsabban tudsz eredményt elérni, és sokkal nagyobb segítséget kapsz abban, hogy nem a te tudásodra van bízva az, hogy hogy építenéd föl, hanem mások tapasztalataiból kezdheted ezt összerakni. Ez, amiben nagyon nagy terveink vannak, hogy minél egyszerűbb és minél jobban kezelhető olyan eszközöket adjunk, ahol akár nélkülünk, a mi bevonásunk nélkül minél jobban szeretnénk kimaradni abból a folyamatból, hogy valaki leül tényleg egy szoftver elé, és két kattintással összerakja azt, hogy mondjuk hogy néz ki nála egy szabadság igénylésének a folyamata.
Most az álmaink már itt tartanak, az álmaink már, álmaikban ez már mind látszik, a valóságban ez nagy rész megvalósult, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy ez valóban így működjön. Vannak, elég sok külföldi ügyfelünk is van, viszont viszonylag kevés partnerünk van külföldön, aki ezzel foglalkozna. Ahhoz, hogy mi Magyarországról külföldre tudjunk ilyen szoftvert eladni, ahhoz az kell, hogy mi ne kelljünk hozzá. Uh-huh. Hát valóban az kell, hogy úgy, ahogy egy Gmail-t valaki tud használni, leül hármat, kattintott a Gmail. Az a célunk, hogy a mi workflow eszközünket, az Xlabert tulajdonképpen anélkül, hogy hozzánk, mint emberhez szólt volna valaki, anélkül használatba tudja venni. Ma még nem tartunk itt. Sajnos. De én nagyon bízom benne, hogy hamarosan eljutunk idáig. Hát, hölgyeim és uraim, ez az Xlaver, ami nem vállalatirányítási rendszer, nem köszönöm. CRM, hanem egy folyamatkezelő rendszer, Xlaver. Kérdezzetek Zsolttól, még az adás után is én azt javaslom, e-mailben vagy Facebook üzenetben írjatok az oldalnak, és hogyha engem nagyon érdekel ez a folyamat téma, mert nyilván automatizálni a back-office munkát, ez az én álmom. Tehát ez a paradicsomi állapot, amikor én a kreatív munkákkal foglalkozhatok, úgyhogy ha hasonló problémával közöttök, mint én, akkor írjatok nekünk. Még azt is el tudom kezdeni, Zsoltot visszahívjuk még egyszer. Írjátok meg, és akkor így lesz. Nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál, és meséltél nekünk a folyamatkezelésről. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Hamarosan találkozunk ismét. Sziasztok! Köszönöm a figyelmet, szervusztok!